A paksi, kalocsai, tolnai járás egészét, valamint a szekszárdi járás egy részét magában foglaló 47 település érintett a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány tevékenységében. Az alapítvány december 14-én tartotta kuratóriumi ülését az Erzsébet nagy szállodában. Hosszú munka augusztus óta kezdődött, de most már célegyenes van. De pont azért, hogy még ebből időn lehessen formális kiírás, érvényes kiírás, mindent előkészítettünk, feltétesen jóvá hagytuk a pályázati kiírás pontjait, céljait. Ezeket ismertettük a meghívott 47 település polgármesterével, azért, hogyha az aláírásra kerül a szerződés, akkor azonnal lehessen pályázni. A pályázati határidő szoros, 2022. január 28-a. A polgármesterek azonban a JETA fennállásának 10 éve alatt elegendő rutint szereztek a pályázatok benyújtásában, emellett folyamatos egyeztetések is folytak annak érdekében, hogy az alapítvány olyan pályázati célokat határozzon meg, amelyek a települések számára a legnagyobb segítséget jelentik. Továbbra is itt van az önerőként felhasználható pályázat, illetve olyan egyéb más pályázatok, a történő jelentkezése, ahol az áfát nem tudják az önkormányzatok visszaigényelni, ennek a biztosítása, és általában olyan infrastruktúrális beruházások is, amik a járda bicikli közlekedést segítik, és azért azt el lehet mondani, hogy nyilvánvalóan a támogató szándékával összecsengve azok a pályázatok előnyt élveznek, amik a Paks 2 beruházáshoz valamilyen szinten, akár infrastruktúrális fejlesztés szintjén kapcsolódnak. Az alapítvány fő támogatója 2015 óta a miniszterelnökség. Eddig 9,2 milliárd forintot tudtunk ebbe a térségbe szétteríteni megalapozott pályázatokra. Összesen a díjazott pályázatok száma ezen időszak alatt körülbelül 750 volt. Ha ezt most visszaszámolom egy önkormányzatra, hogy átlagosan mennyi jutott, akkor minden önkormányzatra jutott körülbelül 15 projekt, 15 beruházás, ami azért meglátszik már a települések képén, különösen a kis településekre, ez óriási segítséget jelentett. Hát ehhez tudunk most hozzátenni a miniszterelnökség jóvoltából 500 millió forintot. Új pályázati célként jelenik meg településfejlesztési tervek és egyes helyi beruházások komplex tervezési folyamatának támogatása is. És talán még egy, ami eltér a korábbiaktól, hogy eddig bútorvásárlásra nem adtunk pénzt, mert annak az elszámolási rendszere kicsit más, mint a nagy beruházásoké, de miután akár a segítségünkkel, akár másként sok településen épül a faluház, zarándokszállás, és itt tovább, és ott állnak üresen, mert nincs pénz a bútorozásra. Na most erre megnyitottuk a lehetőséget, és reméljük, hogy élni is fognak vele. Egy önkormányzat akár két pályázatot is benyújthat egyidejűleg. A Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványhoz és a pályázati felhíváshoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.jövőnkenergiaja.hu oldalon.